Újabb nap a telken. Szintén egyedül. Otthon hagytam most a páromat. Sőt, édesapámnak se szóltam, mert úgy volt, hogy fog esni az eső, aztán hát aztán úgy néz ki, hogy mégsem esik. Most következnek a szarufáknak a leszögelései, amit elő fogok fúrni. 150-es szöggel lesznek leszögelve. Most még azt nem döntöttem, hogy egyesével vagy kettesével. Ezt majd még menet közben eldöntöm. Hoztam most 200-as szöget is, mert én azt hittem korábban, hogy 200-as szöget is vettem. Hát rá kellett jöjjek ismét újfent, hogy nem. 200-ast kaptam, vagy vettem. Attól függetlenül, hogy azt kértem. 200-as nincs is, de mindjárt megnézzük. Ezek a 150-esek. És ezek a többiek, ezek a százas szögek, kétszázas, és az... Ja de, van kétszázas, és akkor én kérek elnézést, akkor tévedtem, akkor van kétszázas is, de eddig ezt nem használtuk, csak a 150-est, úgyhogy most is visszatérek a 150-eshez, mert hogy szerintem ez elég nekem, hogy legyen. Megpróbálok majd kettőt beleverni. Csak nem lesz. Csak nem fog szétrepedni. Elő fogom fúrni, hogy könnyebben belemenjen, mert azért 10 centin átütne meg még azt a maradék valamivel több mint 5 centit beleverni, ez nem lesz egyszerű móka. Úgyhogy ez érdekes lesz, hogy fogom tudni ezt majd kivitelezni. De hát majd valahogy megoldom. Ahogy eddig is. És mivel még eléggé mozog, ez az egész tákolmány, nevezzük szeretnének, inkább így mozgassam. Mert szerintem nem látszik. Mindegy. Azt találtam ki, hogy ezeket a betonalapokat meg fogom fúrni. De egy jó 10-15 centit bele fogok fúrni mindegyikbe, és 3-3 hát ilyen betonvas szerűséget, vagy húzalvas, vagy nem is tudom, hogy minek hívják, gömbvas acélrúd. Bele fogok betonozni. Betonozok köré egy gallért, egészen ide föl, ez 10-15 centi. Remélem, hogy tartani fog. És akkor mit tudom én, 2-2-2, és akkor megmerevítjük még itt ezt a részt, mert emiatt a holtjáték miatt mozog az egész miskulancia. Úgyhogy ezt majd még le kell jobban fixálni. Bár lehet, hogy ezt a végére fogom hagyni. A legvégére, amikor már a tető és a cserép is rajta lesz. Mert ez még lehet, hogy lesz rajta annyi súly, hogy tartani fog, és akkor nem fog lifegni, lötyögni, mozogni. Hát mindegy, a tanulópénzt azt megfizettem már vele, de hát valamiből tapasztalni kell, ha más nem, akkor az ember a saját kárán megtapasztalja a dolgokat. Aztán még ezt is beljebb kell verni. Se tart úgy, ahogy kéne. Ezt még majd megpüfölöm. Nem látom a kijelzőt. Szűkebb a fúrószer, mint maga a szög, hogy jobban tartson, és nem is fúrtam be teljesen, hanem csak egy pár centit. Persze, hogy nem megy bele, mindegy, bal kézzel nem fog most ügyetlenkedni, de egy ilyen 3-4 centi, 4 centi van benne. Az bőven elég lesz, és akkor ezt meg majd bepifölöm. Ja, hát az a érdekes szituáció állt elő, hogy az esélyekem 4000-nek a videó anyagainak a kiterjesztése MOV, MOV, és mivel Windows Movie Makerrel rakom össze a videókat, meg vágom össze a dolgokat, ezért van olyan kibaszottú sokáig tart az adott nagyobb méretű fájloknak a betöltése, a hanganyagoknak a betöltése, úgy vagyok vele, hogy marad a telefon. Ez egy Lenovo P70-es telefon, a videó kiterjesztése HD-ban,
HD-ben, pont 3GP, hát ezeket pikpak betölti, mindenféle kínlódás meg csigalassúság nélkül, úgyhogy szerintem ezek után csak a telefonnal fogok dolgozni, attól független, hogy ez csak HD-t tud 720p-t, és nem 1080-at, még a végén beszakadok, nem 1080-at, mint az elsőjéken, mert az full HD-t tud. És innen, mert így arrébb. Na hajrá! Alul az első két szög meg is van. Ebben van csavar is. 100. A tököm tudja hányas. De itt van facsavar is még, meg akkor mellé került a 150-es szög. Hát az utolsó 3-4 centi az eléggé nyögvenyelős, mert megferdül a szögnek a vége. Nem tudom ez milyen anyagból van, de hát viszonylag puha fa, fenyő. Én nem tudom, hogy miért nem tud gond nélkül belemenni. Ez is megvan. Elég faszán tart is, úgyhogy egyelőre csak egyiket szögelek meg, itt a végét megpróbálom végig megcsinálni. Bár nem is tudom, hogy majd merjek-e létrehozni, de lehet, hogy meg fogok létrehozni egyáltalán föléri, de szerintem föl sem fogom érni. Úgyhogy a vége fele már muszáj lesz felülni majd ide a keresztgerendára, és akkor úgy végig nyomatni a többit. Hát meg amíg tart a szög, mert a 150-esből csak ez a 2, 4, 6, 8, 10, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11 darab van, 12 volt összesen. Akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hát az elejéket még nem fogom felérni. Úgyhogy az majd marad létráról a dolog. Nézzünk bele, hogy vonalban van neki az a fuck. Jónak tűnik. Most se lenne baj, ha ezt a tetőlécet innen elvenném, és úgyis bele lehetne nézni, igaz? Hát, jónak tűnik, talán nem szabtam be szarul őket, hát egységesen itt mindegyik másfél centit van bevésve, és akkor úgy kifele, mindenhol, mind a kilencnél, mondjuk itt lesznek ilyen kis akadályok, hogy hol az ujjam, ott az ujjam, ott a csavar, azt muszáj voltam eltörni. Amikor vissza kellett őket sűríteni, mert kihajtani már nem tudtam, mert a fúrószer nem ért el a csavar fejét. Nem sikerült belekapatni, úgyhogy azokat... Hát azért szerintem akkor így marad, ezt el sem fogom belőle törni, meg nem fogom kiütni, és az jó van, az tart, az is megrögzít. Történt egy kisebb fajta baleset itt a második szarufával. Hát nem vettem észre. Nem látszik, látszik? Nincsen bevésve. Ezt nem tudom, hogy hoztam össze. Nincsen bevésve. Az be van. Az összes többi be van. Az a szar nincsen bevésve, úgyhogy meg kell oldani. Vízhólyag. Lényeg a lényeg. Ott szíjjel kalapáltam. És történt még egy úgynevezett baleset. Természetesen, mert miért ne? Mert ez egy élet, hogy egyszerű. Görcs. Igaz? Látszik? Vaj, élet bele meg a kezem. Görcs. Ki is van ütve. Görcs. Ez megvan. Az a sor kinyír a kanyar, ebben is van egy szép kis szög. Jó néz ki. Az a sor végig föl van rögzítve. Itt meg történt ilyen kis széke. Nem látom a kijelzőt. Hát belement mind a kettő a görcsbe. Ez a jobb oldali belement az alsó görcsbe, ez a bal oldali belement ebbe a görcsbe. Úgyhogy lehet levágni, de sikerült az élepi fölni. Ez megvan. És akkor még ide kell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab szög. Ami nincs, mert már csak egy van. Mert hogy benéztem, és nem 150-est hoztam többet, hanem 200-asból vettem még. Hát most következik annak a megoldása valahogy. Megpróbáltam visszaütni onnan a szöget. Vagyis fölverni innen a gerendát. De szét nem akarom szétverni a szarufát teljesen. Úgyhogy ez nem sikerült, föl se jött.
Én most valamit ki kell arra találni, hogy azt ott valahogy bevésni. Mert az úgy nem maradhat. Ha megpróbálom valahogy megfúrni, vagy nem tudom, valamit kitalálok rá. Nincsen pénzem a vonatra. Bejelöltem. Ez sikerült. Fájintosan bejelölni. Előfúrtam. Most felhoztam a fűrészt. Megpróbálok alulról, tróger módon alulról vágni. Ennek a másik oldala se, de sokkal szebb. Ez van. Én megpróbálom a vésővel, meg a fűrésszel kicsit elővágni. Itt, meg itt, aztán megpróbálni kivésegetni, amit ki kell. Azért nem is lett olyan tróger. Jó, nyilván nem túl szép. A helyjel közel a vonal megvan. Mind a két oldalon. Lássuk a medvét. Látszik. Nézőpont csere. Annyira nem szar. Az se lenne baj, ha beülne a helyére. Hol van a vonal? Ott a vonal. De annyira nem vészes. Nem lett azért olyan szar. Helyére is került a szög. Egész faszán felfekszik. De hol mondjuk ezen az oldalán? Annyira nem. Nem lett szép. Hát az meg így bevésni. Tart, most már felfekszik minden. Hol? Mégse. Tetőlécet nézem. A felvételen nem látszik. A tetőléc hogy fekszik föl, de igen, megigazítom, megnézem jobban közelebbről. Most már beigazítottam a tetőlécet. Itt meg én nem látom, a lejjebb lépek egyel. Na, megpróbálom fixen tartani. Ez itt a elsőn fölfekszik, másodikon fölfekszik, harmadiknál van egy kis hézag, körülbelül egy centi, de az én úgy emlékszem, hogy ott a gerendában van. Negyediken fölfekszik, ötödiken szintén egy centi, hatodikon egy centi, hetediken fekszik, 8-9-en fekszik végig. Hát az elhanyagolható, én úgy gondolom. Nevezetésképpen még átválogattam a cserepeket is. Szépen szortírozva vannak. Sikerült három fajtát elhozni, három félét. Három különböző típusút. Én úgy tudom, hogy ez az úgynevezett sima tatai szalagcserép. Ez fogalmam sincs. És itt a harmadik. Egyforma méretűek szerencsére. No, már így jön lép. Egyforma méretűek. De hát majd ez hogy lesz elosztva? Bár mondjuk még azt sem számoltam, hogy ez hány darab, de úgy nagyjából 400 körülre. Körül, 400 körül, 400 darabnak kell lennie körülbelül, mert 500 vagy 550 darab kellett volna, 500 darab kellene, de hát nincsen. Nem fér be a céges autóba, 500 darab, csak 400-at hoztam el, de szerintem az se egész 400, mert még jó fej voltam az eladóval is, és nem hoztam el 400-at szerintem. Én majd mindjárt most elszámolom, és akkor kiderül, hogy hány darab.